Az elektrostatika alapkísérletét szintén már ismerték az ókori görögök. A jelenség nagyon egyszerű, viszont a korunk korszerű eszközeivel, egy kis elektronikával még látványosabbá tehetjük. Ez egy töltés jelzőberendezés, vagyis töltésindikátor, bekapcsolom. Ha egy teflon rudat dörzsölök meg, a teflon rud töltése közismerten negatív lesz. Ha én közelítem a töltésindikátor felé, akkor a töltésindikátor jelzi a negatív töltés jelenlétét. Az is közismert, hogy a bőrrel dörzsölt üvegrúd töltése pedig pozitív. Nézzük, mit mutat a töltésindikátor. Pirosat mutat, tehát a töltésindikátor jelzi, hogy most az üvegrúd töltése nem negatív, hanem pozitív. A következő kísérletünkben a töltésindikátort kicsit becsapjuk, feltöltjük ellenkező töltésűre. Megkérném segítőmet, hogy itt tegye ide az ujját. Én pedig közelítek. Na most tessék akkor elvenni az ujjat. És feltöltöttük a teflon rúddal, amelyik negatív töltésűre töltödik fel, a töltésindikátor pozitív töltést jelez. Elvesszük a töltést a töltésindikátortól, megpróbáljuk az üvegrúddal, amelyikre az előbb néztük meg, hogy pozitívra töltené, tehát a piros lednek kellene világítani. Nézzük meg, hogy mi történik. És kékre töltöttük fel. A jelenség magyarázata abban rejlik, hogy az újon távoztak a pozitív töltések, tehát a pozitív töltések tasztítják a pozitív töltéseket. Tehát mikor én ide közelítettem, Réka ujján keresztül távoztak a pozitív töltések, és amikor elvettem, akkor pedig ott maradtak a ellentétes töltések, tehát a negatív töltések.